Szakmai fórumot tartott a Szülőkháza Alapítvány november 17-én. A Szülőkháza azzal a céllal jött létre, hogy szakképzett csapata segítségével támogassa a hozzálátogatókat a családdá válás sokszor nehézségekkel teli folyamatában. Azt gondolom, a Szülőkháza modell egy nagyon jó modell, amiben egy széleskörű együttműködés valósul meg, hiszen civil szervezetek, az állam, az önkormányzat, de akár a médiaszolgáltatók vagy a gazdasági életszereplő is részt vesznek ebben a széleskörű együttműködésben. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy példaértékű modell, a családbarát szemléletet erősíti, és hozzájárul ahhoz egyébként, ami benne van a családvédelmi sarkalatos törvényünkben is, hogy harmonikus családok nélkül nincsen jól működő társadalom. A Szülőkházának pont az a célja, hogy minél harmonikusabban működjenek a családok. A Szülőkháza igyekszik reagálni a modernkori problémákra. Manapság a több generációs együttérés hiánya óriási terhet ró a fiatal szülőkre a gyermekek érkezésekor. Ráadásul a városi környezet kevésbé alkalmas a kapcsolatteremtésre és a közösségépítésre. Hát a modernkori ember sajnos nagyon izoláltan él. Én azt vettem észre, hogy valahogy elfelejtettünk kapcsolatokat teremteni. Igazi kötődéseket sokszor nehezen alakítunk ki. Sokszor látom, és mondják is, mesélik anyukák, hogy játszótéren egymás mellett homokoznak a gyerekeik már második éve, és még azt se tudja, hogy hívják, akár a gyereket, akár az anyukát. Ugyanakkor a Szülőkháza programnak egyik küldetése a rászoruló családok integrációja is. Ezért aztán fenntarthatóságra törekvő üzleti modelljében keverednek a profitorientált vállalkozás elemei a non-profit tevékenységgel. Ez egy speciális háromszereplős modell, amelynek az első és egyben legfontosabb alappillére az maga az üzleti vállalkozás. Egy adott szülőkháza központ, amely központ fizetős szolgáltatások nyújtásával termeli meg a bevételeinek a legnagyobb százalékát. A modell második pillére az az önkormányzat vagy az állam, akik ugye támogatások, pályázatok nyújtásával tudnak bevételt generálni. A harmadik forrás az pedig az üzleti szféra CSR alapú együttműködéseire épül. A Szülőkháza modell lehetővé teszi, hogy a fizetőképes potenciállal rendelkező családok együtt vegyenek részt a rászorulókkal az egyes játszóházi és klubfoglalkozásokon, vagy egyéb más programokon. Az integrációt segítő szolgáltatások finanszírozásához Újbuda önkormányzata 6 millió forinttal járult hozzá a képviselőtestület legutóbbi döntése alapján. A Szülőkháza egy olyan rendszert épített ki, amelyik Magyarországon egyedülálló, és ez szerintem azért nagyszerű elképzelés az övék, mert nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem az egész családot próbálják meg egy valamilyen típusú holisztikus szemlélettel az egész családot próbálják megkezelni, amelyre én szerintem nagyon nagy igény van, hiszen mindenki csak az egyes szegmensekkel próbál meg foglalkozni, csak a gyerekeket próbálja meg rendbe rakni, csak a szülőket próbálja meg rendbe rakni. Talán egyedül ők azok a szervezet, akiket ismerek, hogy megpróbálják az egészet egyben kezelni. Számunkra ez egy nagyon kedves gondolat, hiszen mindjárt abban hiszünk, hogy a családok megerősítése az fontos ahhoz, hogy a kerület is erős maradjon, és éppen ezért ítéljük úgy, hogy mindenképpen támogatásra érdemes szervezet.